felosztva. Az alperes mulasztásának, illetve nem megfelelő eljárási gyakorlatának köszönhetően a gyöngyöspartai roma közösség által elszenvedett hátrányokra alapítja kereseti kérelmében. A kereseti kérelem terjengőség ellenére leegyszerűsíthető a közbiztonsági tevékenységet érintően megvalósított rendőrségi mulasztások, továbbá a diszkriminatívnek tartott szabásértési szankciási gyakorlat miatt a roma kisebbség által elszenvedett jogszerűtlenség ellenére is az alapjogokat sértő jellegnek a valószínűsítésére. Tehát itt tulajdonképpen a ellenkérelem lebontja, hogy tulajdonképpen két irányú a felperesi kereset érvényesítés, és azt foglalja össze a alperes. Az alperes mind a két hátrány bekövetkezését, illetve a már bekövetkezés reális veszélynek a lehetőségét is cáfolja, és a